Ritkán ülésezik a nyár közepén a Vármegye közgyűlése, most azonban projektekhez kapcsolódó döntés előkészítések indokolták a képviselők összehívását. A rendkívüli időpontot az indokolja, hogy az irányítóhatóság újraértékelte a top pluszos pályázatokat. Volt egy ilyen új irányítóhatósági döntés, amelyben újabb adatokat kértek a potenciális kedvezményezettekről, és így 8 új pályázati nyertest tudtunk elfogadni ezen a közgyűlésen. Ezzel nem szerettünk volna szeptemberig várni, hogy a pályázatok időben és rendben el tudjanak indulni a megvalósítás folyamatában. Ez az irányítóhatóság kérése is volt, hogy ezeket a döntés előkészítő lépéseket a megyei közgyűlés fogadja el, tegye meg, amiket számítani, majd a döntés előkészítő bizottságon én tudom képviselni az itt született, egyelőre zárt üléssel meghozott döntéseket, de az azt jelenti, hogy 8 olyan döntés vált kedvezőbbé, amely korábban elutasított volt, és senki sem lehet vesztes ennek a folyamatnak, tehát ez mindenféleképpen jó hír, csak sajnos még nem tudjuk, hogy kik azok a nyertesek, akik ennek a döntésnek az eredményeképpen aztán ülhetnek útfejlesztésnek, illetve humán infrastruktúra fejlesztésnek, de ezek folyamatosak lesznek ezek a jövőben is, ezek az irányítóhatósági döntések, de a szeptemberi közgyűlésen már tudunk ezekkel is foglalkozni. A közgyűlés szavazott a Vármegyei Foglalkoztatási Gazdaságfejlesztési Együttműködések Program előrehaladásáról is, amelyet a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében kívánnak megvalósítani. A már jól bevált foglalkoztatási paktum projektet visszük tovább, de itt már az egész Vármegye területére kiterjedő hatállyal, amelyben Nyíregyháza megye jóváros is érintett. Ez majd 8 milliárdos program a következő 7 évben munkahely fejlesztése, munkahely megtartása, továbbképzésre, képzési programok elindítására, és hát ez van fontos és jó gazdaságfejlesztési program ez a megyei önkormányzat számára. Igyekszünk hasznosítani az elmúlt időszakban szerzett tapasztalatainkat, Nyíregyháza önkormányzatával együttműködve szorosan. A Dorján Béla, a Vármegyei Közgyűlés Jobbik Momentum színeit képviselő tagja az ülésen felhívta a figyelmet a megyében működő ivóvízhálózatok és szennyvíztelepek problémáira. Szavai szerint a Vármegye szennyvíztelepeinek egy része elavult, a létesítéskor tervezett befogadó kapacitásuk mára megnőtt, így nem tudják teljesíteni, vagy csak nagy nehézségek árán az előírt egészségügyi, vízminőségi határértéket. Két problémára hívtam fel a figyelmet. Az egyik az a nem célszerű ellenőrzési és büntetési rendszer. Nyilvánvalóan, hogyha egy szennyvíztisztító telep, ami közüzemként működik, nem képes az egyébként hatósági árakon befizetett díjak után a saját költségvetéséből kitermelni a saját maga fenntartására való összegeket, akkor vajon honnan lenne napi szinten fejlesztésekre pénze? És hogyha nem tudja tartani a határértékeket, akkor a katasztrófavédelem még ráadásul meg is bírságolja őket. Tehát a kezdeményezésem ebbe az esetben az, hogy közüzemek esetében a bírságolási rendszer töröljék el, és egyfajta kényszert vezessenek be, fejlesztési kényszert. Tehát határozza meg a katasztrófavédelem, hogy ekkora összegből, akárhonnan ég alól földről elő kell szedni, pályázatból, vagy hitelből, vagy bármi másból elő kell szedni ezt a pénzt, és fejleszteni kell. Mert hogyha az egyébként is rosszul működő szennyvíztelepet még ráadásul meg is büntetik, akkor ennek csak egy lehet az eredménye, még rosszabb minőségű víz fog bekerülni például a Tiszába. Úgyhogy ez a legfontosabb kérdés. A másik legfontosabb kérdés, hogy most kiírtak egy olyan igényt a szakminisztériumból, ami azt kéri az üzemeltetőktől, jellemzően a megyénk területén a TRV-től, hogy egy komplex felmérés keretében határozzák meg azokat a működést akadályozó, vagy legalábbis nem segítő problémákat, amire szükséges forrásokat igényelnének. Azt is látjuk, hogy egyébként a keretösszeg, amit meghatározott a szakminisztérium, nem hogy az egész felújításokra elegendő lenne, hanem körülbelül a tizedére lesz elég megyei szinten. Én azt kezdeményeztem a megyei közgyűlés elnökénél, hogy a megyei közgyűlés vezetése végezzen olyan hathatós lobby tevékenységet, ami azt fogja eredményezni, hogy a megyében rosszul vagy nagyon kritikusan működő szennyvíztisztító telepekre kapja meg a megye minden települése azokat a fejlesztési támogatásokat, amiből vagy komplex felújításokat lehet végrehajtani, vagy indokolt esetben új szennyvíztisztító telepeket lehet építeni belőle. A Vármegyei Közgyűlésen Kujbusné dr. Mecsei Éva főlevéltárost, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Levéltár igazgatóját munkássága elismeréseként Szent László ezüst emlékérme kitüntetéssel jutalmazták.